Köszöntelek, Ilona, itt a Germán Gyógytudomány tanfolyamon, és azt szeretném megtudni, hogy milyen orvos vagy, és mit keres egy orvos a Germán Gyógytudomány tanfolyamon. Szeretettel üdvözlök én is. 31 évvel ezelőtt végeztem az Orvostudományi Egyetemet, azóta is gyakorló orvos vagyok, ezen kívül 24 éve az akupunktúrát is gyakorolom. Hát elég zajos volt ez a 31 év, mert azt, amit én végeztem, az talán egészen más gyógyászat volt, mint az, ami most van. Emberek régebb egy-két gyógyszert vettek a kezelésre, viszont most már eljutottunk, hogy 3x10-et is. És nagyon szerintem a félelem az, ami erre őket rákényszeríti, vagy egyszerűen a szakorvosi ajánlat. Mikor láttam az összefüggést, hogy kezelés és betegség gyógyulás között az összekötetés egyszerűen nem következik be, akkor elkezdtem más információkat keresni, és így jutottam el talán a lélek hatásához, ami egyszer nem elhanyagolható. Keresgéltem az információkat, többféle előadásokat hallgattam meg, ez persze mostan az új technika hozzásegít, és így megjelent egy olyan cím, hogy új germán gyógytudomány. Alatta a dr. Budai László Károly névvel. Érdekesnek tűnt, elkezdtem belehallgatni egyik előadást a másik után, és annyira megfogott, hogy az első tanfolyamra jelentkeztem, ami tavaly februárban Csíksomlyon volt, és azóta egyszerűen feldobott. Fontos volt neked az, hogy ezt a germán gyógytudományt egy orvos szájából hallod, és nem egy laikuséból? Persze. Mások is szerintem foglalkoznak ilyesmivel, egyszerűen nem értettem meg, én hallgattam másoknak is az ilyen előadását, ezzel a témával kapcsolatosan nem értettem. Magyarul fontosnak tartod azt, hogy aki ezzel foglalkozik, az azért az anatómiai alapokkal elég mélyen kell, hogy rendelkezzen, sőt, mi több némi orvosi gyakorlattal sem baj, ha rendelkezik. Anatómiát, embriológiát, kis fiziológiát, azt kell tanulni, mert különben nincsen megértés. És nincsen megértés nem csak orvos-orvos között, hanem orvos-paciens között se. Neked van egy saját megélésed is a germán gyógytudommal kapcsolatban, amikor egy elég régóta meglévő betegséget tűnt el. Mesélnél erről? Szívesen. Nem is mondhatnám azt, hogy betegségnek fogtam fel. Ami történt az, hogy a csíksomlyói tanfolyam harmadik napján, amikor megoldásokról tanultunk, az életünkből egy eseményt kellett leírni, ami konfliktusként éltünk meg. Visszagondolva, egy 12 éves koromban megélt konfliktusról írtam, amit azóta addig se, meg azóta se senki sem nem tudott, és talán most is keves embernek meséltem el, és csak simán leírtam. A tünet az, ami engem végig kísért, az egy köhögés, köhicselés volt, és ez tartott egész 57 éves koromig. 12 éves korodtól 57 12-57-ig, ez nem kevés. Nem. Ez alatt az idő alatt édesanyám orvosokhoz vitt, eredménytelenül az egyetemen röntgen tantárgyat tanultunk, akkor az orvos rögtön röntgenképet csinált nekem, felvételt, és elmondta, hogy 60 éves dohányos tüdő, és utána már egy neurológus végső diagnózist adott, hogy idegi alapon köhögsz. Tik. És ez így végigment, ezt elfogadtam, más egyéb problémám nincsen, tehát egészségileg semmi gyógyszert nem veszek, nincs semmi gondom. És akkor eljövök a tanfolyamra, és miután leírtam rá, két napra vissza megkezdtem a munkámat, ugye, és akkor a betegek kezdték kérdezni, doktornő, miért nem köhög? Hát mit tett? Mi is akarunk, mert annyi köhögés után már jól laktunk. És akkor nem tudtam mit tenni, mert még nem volt a kapcsolat a tanfolyam és
a leírt esemény között, viszont a nyáron, amikor már elkezdődtek az online konferenciák, a keddesti konferenciák, az egyik téma a tüdő programjai voltak, és ott egy kivetített röntgen felvétel volt az, ami felvillantotta, hogy a leírt esemény, a röntgen felvétel és az én köhögésem elmúlása között kapcsolat van. Tehát mondhatom, hogy másfél éve nem köhögök. Ez egy nap alatt tűnt el az életedből? És hát mondhatnám. A vasárnap volt a leírás, Hány évig is köhögtél? Hát a 45 körül. 45 évig köhögtél, egy nap alatt megoldott. És egy nap alatt megoldott. Nem ez rossz. Hihetetlen, és ez akkor is működik, ha a megoldást olyan dolgokra kapcsoljuk, ami nagyon régen történt, vagy olyan dolgokra, amit nem is tudunk elképzelni, hogy az egy konfliktus lehetett. Akkor téged nagyon már nem kell győzködni arról, hogy a germán gyógytudomány működik. Biztosan. Fontosnak tartanád azt, hogy az orvosokhoz eljusson ez a fajta információ, hogy akár ezt is és a meglévő tudásukat is felhasználhassák? Természetesen. Ez szükség lenne erre. Ez egy olyan szükség lenne, amit szerintem a kollégák el kéne fogadjanak. Nem mindenki fogja elfogadni. Így mint igaz. Ahogy a paciensek se fogják elfogadni, tehát ez saját döntés. Bízunk abban, hogy a sok gyógyult eset után ez majd változni fog. Hát ez így igaz, mert ha a betegek már elkezdenek meggyógyulni, és általában látjuk, hogy az olyan betegek keresgélnek orvosok között, akik hát 1-2-3 nem tudott segíteni, és akkor érdeklődésképpen, hogy még azt is megpróbálnánk, és amikor meglátják, hogy eredmény van, hát ez... Igen, én is azt gondolom, hogy ha eredmény van, akkor ez nagyon gyorsan tud terjedni. Ha van egy 6-8 ezer fős körzete valakinek, és abból 10-15 ember sok hosszú éves betegség után látványosan csak úgy meggyógyul, mondom csak úgy, mint ahogy te is csak úgy meggyógyultál, hát csak úgy. Ennek azért híre megy a falvakban, én azt gondolom. Szerintem világszerte. Ha lenne egy ilyen képzés orvosoknak, te jelentkeznél rá? Elsőnek, és az első sorba jutnék. Köszönöm szépen, hogy megosztottad. És aki teheti ezt a csodálatos házaspárt, Budai László Károlyt és Rékát, mindenképpen ismerje meg, ha nincs is szükségük rája. Mindenkinek szüksége van, ha más nem az, hogy egészséges maradjunk. Így van. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm.